Kedves nézők, ez itt már a hosszabbítás. A hosszabbításban férfi kézlabda, hiszen a CKKS-nél új elnökség kezdi meg a munkáját. Hárman ülnek velem szemben. Kis Robert ügyvezető elnök, Jakab László vezetőedző és Varga Péter szakmai igazgató, egyben elnökségi tag. Sziasztok, fiúk, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Szia. Kicsit bővebben kifejtjük azt, amiről már volt szó egy sajtótájékoztatón a mai délután folyamán. Szóval új elnökség, mikor érett meg ez a dolog egyáltalán, hogyan indult, mik voltak az első teendők, ez még nagyon friss keletű, én tudom, hogy most nem is egyszerű a helyzet, tehát helyzetetek, Robi, először tiéd a szó. Hát köszönöm szépen, hát nem egyszerű a helyzetünk, ez hát, hogy őszinteleg június közepén jött az előző vezetésünktől egy felkérés, hogy mi lenne, ha átad meg nekem ezt az elnökséget, átvenni, mert ilyesmi, hát hirtelen hidegzuhanyként ért az egész. Nem tudtam rá mit mondani, ugye kértem egy kis meglepett. Hát egy kicsit meg, persze. Erre nem számítottam. Aztán fékkel gondolom, hogy hétig elgondolkoztam rajta körülbelül. Akkor ugye mégis azt néztem, hogy Ceglédnek mennyire fontos, nem nekem, nem az én oldalamat, hanem Ceglédnek a sport, kézlabdát, ott szeretik az emberek. Megkerestem a képviselőt, a Földi Lászlót az Andor Gáboron keresztül. Akkor elindult velük egy ilyen beszélgetés, hogy mit, hogy, már meddig. Elmentünk a polgármesterhoz, mindenki kifejezte azt, hogy nekik fontos. Próbáljunk egy összefogást csinálni, és vegyük át ezt az egészet. Mégis a történet így indult. Tehát akkor az első teendőidről beszéltél is. Úgy belevágva a közepébe, hogyan próbálod, vagy hogyan lehet az anyagi bázis megteremteni ezen a téren, mik a tervek? Hát ez mindenhol nehéz, mint hogy nálunk is. Szeretnénk egy széles összefogást, egy pár vállalkozó már úgy gondolom, hogy mellénk át és jobbot nyújtott, amiben köszönünk is nekik. Szerintem lesz alapja. Megkerestük a CEVASZ elnökét, ő is segített, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagy összefogással ezt rendbe lehet tenni, és minden helyre tud állni. Jakszi, van mozgás a játékos keretnél, nem arra gondolok, hogy edzést tartasz. Kik az érkezők és kik a távozók? Vannak azért néhányan. Hát sajnálatomra vannak, akik elmentek. Nagyjából mindenki tudja, hogy kik azok, a Borsi, a Hallag, a két montenegrói, meg a Tóth Karcsi. Jött egy szerb ballövő, egy horvát jobblövő, tulajdonképpen visszajött a régi új játékos, a Rajmi, a Pocsai. Most van egy próbajátékon egy szlovákiai magyar srác, egyőre így néz ki, a többi hál' Istennek maradt, meg még jött egy kapus, a Zsolti, a Tamási Zsolti Budakalászból, és úgy gondolom, hogy hát talán egy emberre még kiegészülve beállós poszton, akkor úgy gondolom, hogy meg vagyunk. Ki van, vagy kik vannak még a kívánságlistán? Bár gondolom, nevet nem igazán szeretném mondani. Hát, ha csak így működne, hogy kívánságlista, akkor talán könnyebb lenne. Hát egyelőre kívánságlista nincsen. Nézelődünk még egyelőre, próbajátékra hívunk még egy-két emberkét. Meglátjuk, hogy esetleg beválik-e, vagy be tudjuk-e úgy rakni a csapatba. Erre még inkább nem mondok semmit. Mondhatni ezt, hogy megvan a csapat gerince? Tehát mire lehet képes ez a csapat majd a következő bajnoki szezonban? Majd a jövő kérdés, hogy mire lehet képes. Én úgy gondolom, hogy a gerince megvan. Tehát tulajdonképpen akiket akartam legalábbis, meg mindenki akart, hogy itt maradjon, az nagyjából itt maradt. Egy-két embert sajnálok, aki elment, de hát sajnos ilyen a sportélet. De azt mondom, hogy a nagyja itt maradt, hál' Istennek. Peti, amit ideig tudunk, annyit tudunk. Ennek fényében fogalmazódott-e már meg a vezetőségnek a részéről célkitűzés a jövőt illetően? Hát nézd, ugye elhangzott, hogy nehéz dolgunk van, de mindenféleképpen meg szeretnénk a helyünket erősíteni az első osztályba. Tehát nem tűzünk ki vérmes reményeket, az első évben biztos, hogy egy stabil bennmaradást tűzünk ki célul.
Ugye ez a megfiatalított gárda egyelőre nem tudjuk, hogy mit tud kihozni magából, de mi a Jaksival bízunk benne, hogy idézőjelben fekete lovag, de sok jót hallottunk, láttunk róluk. Én azt gondolom, hogy ez a kialakult helyzet után, tehát most az elsődleges az, hogy ez a csapatot megszerettessük a közönséggel, illetve hogy bent tudjon maradni az első osztályban. Néhány szó, néhány gondolat az utánpótlásról. Hogyan épül föl, hogyan áll most? Ezen a téren volt-e valamilyen változás? Annyi változás volt az elmúlt évekhez képest, hogy hál' Istennek bővült egyre jobban a gyermekszám. Most már közel 220 gyerekkel rendelkezünk. Nem kevés, főleg úgy, hogy ugye kisváros révén azért nagyon sok sportágból kell választani a gyerekeknek, itt azért a szülőket kell elsősorban megnyerni, aztán a gyerekeket, aztán nagyon sok ebből lemorzsolódik. Én azt gondolom, hogy szépen beférköztünk, beforakodtunk az iskolákba, tehát teljes kicsiknél kezdjük a képzést, nagy segítség ez nekünk az iskolák részéről, illetve a szerződésben állunk a testnevelő tanárokkal. Ezt próbáljuk még kiszélesíteni, akár Ceglét környékbeli településekkel, mindenféleképpen kell, hogy legyen bázis, amiből majd tud a serdülői vagy az ifjúsági csapat profitálni. Hogyha az összképet nézed, akkor a szakmai gárdából, az edzői stábból, értelek edzői stábban történt a változás? Az utánpótlás részében? Így van, ezért mondtam, hogy az összképet nézve. Nem történt változás. Az ifjúsági csapatot a Dengi Zoltán fogja vezetni, a serdülő csapatot a Dávid Sándor, és onnantól lefelé pedig a Tóth Norbitól kezdve az U14, az U12 a Tóth Norbi párja, az ADE, és lefelé pedig az iskolákban lévő tanárok, illetve a klub alkalmazásában lévő fiatal volt játékosok, akik elvégezték az edzőképzést, és ők próbálják ezt a 9-10-11 éves korosztályt gardírozni. Ugye az elmúlt durván 10 évben a Borsos család, illetve Borsos István vitte a ceglédi férfi kézlabdát, sőt vitte fel a második ligából az NB1-be. Ez egy alapcélkitűzés akkor, Robi, hogy NB1 az meg kell, hogy legyen. Továbbvinni. Nagy sok köszönettel tartunk a Borsos családnak ezért a ceglédi kézlabdát. Ahogy én tudom, ők megmentették annak idején, szerintem elég jól felépítették és feljuttatták az NB1-be. Szerintem ez minden kézlabda és sportot szerető ceglédi állampolgár, ezek köszönettel tartok nekik. És nekünk a további cél, hogy mi ezt tovább vigyük és ott maradjunk az első osztályba. Most az első teendőid után mik a további teendőid? Aztán ugye egy kicsit a jövő illetően is gondolkozni kell. Gondolok itt arra, hogyha itt a csarnoknak az átépítése, megújulása megtörténik, akkor el kell azon gondolkozni, hogy hol játszik meg egyáltalán, hol edz a csapat. Ja, ez így igaz. Az első teendőink, én azt mondtam, hogy szeretnénk egy biztos bennmaradást ebbe az évben a csapatnál, és az anyagiak megstabilizálását, hogy stabilak legyünk, hogy ezt érezzük először. A csarnok az hát amikor ide kerültem Ceglédre, akkor azt mondták, hogy lebontják. Ez eltelt 2 év, még nem bontották le. Reméljük, hogy ezt a fél évet még kibírjuk benne, vagyis én remélem ezt a szezont. De én úgy tudom, hogy például Albert Tirsán csarnok épül, lassan átadásra kerül. Lehet, hogy át tudjuk is oda, hogy focistákra székhelyünket addig tenni. Az edzéseket valószínűleg itt kellene megoldanunk. Van itt egy tollaslabda csarnok, nem tudom, majd a tulajdonosára leülünk, hogy edzéseket hogy tudunk, nem tudunk. Ez egy jövőkép, amit meg kell végig kell gondolnunk. Nem fogtok unatkozni a nyáron sem? Nem fogunk. Már most sem unatkozunk. Úgyhogy... Ez a nyáron sem? Igen, most sem unatkozunk. Tehát ez a célunk. Reméljük, hogy megoldódik. Én megnéztem a honlapon, remélem jól mondom, meg hát nyilvánvalóan helyesek az adatok. Szeptember 2-án Mezőkövest Cegléd, ugye? És akkor 9-én játszunk először nem itthon. Teljesen. Nem teljesen? Nem, segíts! Nem teljesen. Szombaton lesz, ez csak egy megadott... Ez egy megadott időpont mindig. Aha, hogy de jó, hogy erről beszélünk. Addig kell lejátszunk a mérkőzéseket. Tehát addig kell lejátszunk. Igen, ez hazaiak valószínűleg pénteken maradnak, mint idáig is. Idegen meg ahogy jön. Tehát akkor valószínűleg az első itthoni az nem szeptember 9-én, hanem 7-én lesz. A vecséssel. Egy jó bajnoki rajt, ugye ez egy fontos dolog.
Hát én emlékezek benne a jó bajnoki rajt, mert tulajdonképpen megnézve egy a sorsolást, azt mondom, hogy nem rossz a sorsolásunk, én emlékezek benne, hogy úgy fel tudunk készülni, hogy jó rajtot tudjunk venni. Azt azért elfelejtettem mondani, hogy van még egy ballövő poszton egy junior válogatott srác, csak ugye most nincs még velünk, mert a válogatottal van, és ezért elfelejtettem, a Gábor Marcell még ő azért van. Tehát ezt azért akartam mondani helyesbítve. Fiúk, köszönöm szépen, hogy nálunk jártatok. Hát akkor azért pihenjetek, ha tudtok, de jó munkát, hajrá, Ceglét! Köszönjük szépen! Kedves nézők, ez volt a Hosszabbítás, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!